23. alkalommal telt meg az alsóösi sportcsarnok február elején bálozókkal. Az évek alatt a térség egyik legnagyobb farsangi összejövetelévén nőtte ki magát az alsóösi sportbál. Pár év kihagyás után tavaly újraindult a hagyomány, és idén 350 résztvevő érkezett a jó hangulatú estre, hogy mulassanak és jótékonykodjanak. Az estel a település közel 3 évtizedes civil közösségét, az alsóösi sportegyesületet támogatják. A térség szerintem legnagyobb farsangi eseményéről van szó, amelyik zárt térben történik, tehát báli szezonnak egy központi eseménye, és hát 23. alkalommal rendezzük. A varázsa több okból fakad, véleményem szerint. Ami a szívemnek a legközelebbi az, hogy egy nagyon nagy összefogás eredményeként jön létre. Alpolgármester úr Ferenczi Gábor vezényletével az összes intézményünk dolgozói, az a sok civil segítő, támogató és vállalkozó partnerünk mind-mind azon van egy-két nap leforgása alatt, hogy itt minden adott legyen ahhoz, hogy jól érezze magát az a 350 kedves résztvevő, helyi vendég, sportoló és nem sportoló, hogy ezt a farsangi estét együtt tölthessük. Rutinban soha nem szabad szervezni, mert akkor mindig valami közbe jöhet. Szerencsések vagyunk, hiszen egy nagy csapattal szervezzük mindig a sportbát, és a csapatmunka, mint tudjuk, az mindig jó és eredményes. Úgy gondolom, hogy itt is nagy köszönet a polgármester hivataltól, a TEMIS dolgozóktól, az alsóösiektől, óvoda, tehát mindenki hozzáteszi a magáét, és az így lesz egy egész. Természetesen egy jó taktika azért kell, tehát ami azt jelenti, hogy egy biztos jó zenekar, sakmat, egy remek műsor, vagy akrodensz, nagyon finom étel, az óvodai konyha, tehát ez, és amit az előbb említettem, egy ilyen nagyon jó csapat. Tehát ezek nyilván ahhoz kellenek, hogy mindenki jól érezze magát válunkban, és természetesen köszönhet a nagyon sok felajánlástak, nagyon sok szponzor támogatja a válunkat. Tehát igen, úgy gondolom, hogy azért is van évről évre nagyon szép létszám, mert aki eljön a válunkra, az mindig jól érzi magát, és úgy gondolja, hogy következőbb és visszajön, hiszen ezzel is támogatják a sportolóinkat. Jótékonykodjunk, ez a második üzenete a rendezvénynek, hogy az a sportegyesület, amelyik már közel 30 éve működik itt a településen, annak a működését segítsék elő a kedves jelenlévők, a belépőjegy megvásárlásával, tombolaszelvények, ami nagyon értékes nyereményeket tartalmaz, annak a megvételével, a büféfogyasztással, mind-mind hozzájárulnak ahhoz a célhoz, hogy még könnyebben tudjunk működni, hiszen nem egyszerű egy ekkora szervezetet, ahol több mint 100 sportolónk van gyermektől egészen az időskorig, hogy magas színvonalon eredményesen működtessük. Úgy gondolom, hogy a felnőtt kézilabda csapat NB2-es bajnokságban játszik, és nagy öröm számunkra, hogy a harmadik helyen állnak a bajnokságban, ami azt jelenti, hogy a felsőházba fogják a rájátszást, tehát nagy eséllyel ott lesznek érem közelében. Az ifjúsági csapat másodosztályból egyel feljebb lépett, egy picit nehezebb nekik, tehát jelenleg ők a 11-ek, de annak örülünk, hogy nagyon sok ügyes fiatal kéz is van. Itt az általános iskolában és a Szivacs kézi által nagyon jó szakmai munka folyik, tehát így összességében úgy gondolom, hogy a kézilabda rendben van. A Bozsik focinál szintén nagyon-nagyon sok ügyes fiatal kis focista van, akik nagyon szép eredményeket érnek el szintén, tehát ott is nagyon jó kezekben vannak, úgy gondolom, és természetesen az íjászok is minden évben hozzák a tőlük megvárt vagy elvárt szép eredményeket. Úgyhogy összességében úgy gondolom, hogy majd az alsóösi sportegyesület valóban jó teljesít, és büszkék vagyunk rájuk. Egy mondat még, akik itt kézzelabdáztak, azért meg kell említsem, hogy Bóka Bendegúz és Ligetvári Patrik, akinek egy állomása volt az alsóösi
településünk. Nagyon, nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen mind a két játékos úgy gondolom, hogy egy alázatos, nagyon sportszerű, nagyon jó játékos, és amikor általános iskola, vagy bárhová hívjuk őket, mindig szívesen jönnek, és azt tudjuk mondani, hogy látjátok, pici településről is el lehet jutni a legjobbakhoz. Igaz, hogy Patrik Várpalotáról érkezett, és itt töltött az iskolába 3 évet, tehát az nagyon, nagyon örülünk ezeknek a srácoknak, és gratulálunk természetesen az egész csapatnak, mert úgy gondolom a férfi kézilabda most egy remek eredménnyel örvendeztetett meg bennünket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem is az eredmények a fontosak, hanem az, hogy az egyes szakosztályon belül és a szakosztályok egymás között olyan közösségi szellemben legyenek, hogy jól érezzék magukat együtt, hiszen maga a sport az egy olyan kiváló lehetőség arra, hogy egészségesen, kulturált körülmények között töltsék el a szabadidejüket a kedves sporttársak. Tehát egy nemes cél érdekében történik a jótékonykodás. És én úgy figyeltem meg, hogy nagyon sok településről jönnek a környékből is. Megyeszékhelyről, környék városaiból, falvaiból. Együtt vagyunk, van egy törzsközönség, akit már régóta szinte 2 évtizede évről évre itt üdvözölhetünk, és vannak mindig újak, akik mindig úgy távoznak, hogy egy nagy élménnyel teszik mindezt, és nagyon jó a visszhangja, tehát remek hangulatban a Schachmatt Company segítségével az Acrodance műsorát követően finom vacsorával folytatódik az est, aztán majd a tombola, és egészen hajnalig táncolunk, tehát nagyon kellemes estéről van szó. Ez a februári alsósnak egy kiemelt rendezvénye, amit természetesen jövőre is majd folytatunk. A csarnok küzdőterén felállított asztalok mellé tehát 350 vendég érkezett. Jöttek a településről, a környékről, de messzebbről is. Olyanok, akik talán a hétköznapok sűrűjében bár gyakrabban találkoznak, de még sincs idejük leülni és egy jót beszélgetni. Itt megtehetik. És olyanok is, akik ritkábban találkoznak, és ez az alkalom jó apropó a viszontlátásra. A rendezvény megnyitóján Hebling Zsolt polgármester és Ferenczi Gábor alpolgármester mellett Vörös Marti Éva vármegyei közgyűlési alelnök köszöntötte a válaszokat. És nagyon jó látni, hogy az év elején a Farsangi Mulatság keretében lévő sportvál is milyen nagy népszerűségnek örvend. Hagyományosan ilyenkor díjazzák a szakosztályok kiválóságait is. Elismerést kapott a labdarúgók közül Otta Norbert az U7-es korosztályból, Has Norman az U9-es korosztályból, Holló Brezina Balázs az U11-es korosztályból. Csordás Attila az U14-es korosztályból. És Ince Árpád az U13-as korosztályból. Nem is tudom, mióta sportolok, egy olyan régóta, mert előtte mást is csináltam a focin kívül, de a focit kb. Egy olyan 4 éve csinálom. Hát a csapatjáték, meg hát mindent is szeretek benne. Tavaly azt hiszem megye 3-ba bekerültünk, mert megnyertünk egy meccset, az volt a döntő, megnyertük. Aztán megyei szinten játszottunk volt, amikor felkerültünk megye 2-be, aztán így ennyi. Sose adjuk fel, hogy sok legyen a kitartás, és hogy sokat edzünk, és figyeljünk oda mindig. A kézilabda szakosztályból Holubec Benedek és Molnár Balázs Márk ifisek,
valamint a felnőtt csapat kapusa Hósa Barnavás kapott kupát. Nagyjából 10 éves koromban kezdtem a kézilabdát kapusként, és azóta megjártam az éles kézilabda iskolát, a Telekom Veszprém Akadémiát, Ajkán is voltam, és most vagyok alsó őrsén, ez a második évem. Elismerésekből, hát voltam még nagyon régen országos Erima legjobb kapusa, illetve utána nyertünk számtalan tornát az éles kézilabda iskolával is, a Telekom Veszprém Akadémiával is országos bajnokok lettünk Serdülőbe, illetve a Balaton kupát is elhódítottuk. Hát tulajdonképpen még Ajkán MB2-es bajnokok lettünk, illetve most a szezonban még megpróbálom ezt elhódítani az alsóőrssel is. Egy nagyon jó hangulatú csapat van, igazából az, hogy kik irányítják, az változó. A Tárkányi Bence is szokott edzést tartani, Székely Kristóf szokott edzést tartani, és a Peti is szokott rengeteg edzést tartani. Szerintem nagyon jó hangulatú csapat, pont ezért, mert családi a hangulat, ezért vagyunk ott, ahol. És igazából egy fiatal jó hangulatú csapat. Nagyon sokat dolgozunk érte, és szerintem megérdemeljük azt, amit jelenleg elértünk. Az íjászok közül Gabnai Sándor, és Szűcs Hunor teljesítményét ismerték el. Hát úgy körülbelül szerintem azt hiszem 3 éve íjászkodok. Azt szeretem benne, hogy egy olyan sport, amit ehhez nem kell nagy erőfeszítés, és hát nem, olyan jó érzet nőni. Versenyeken szoktál indulni? Igen. Milyen eredményeket tettél? Első helyezett általában. Az a tervem, hogy kijutok az olimpiára, megnyerem, és utána még tanítani szeretnék másokat íjászkodni. A sportbál szervezésében több éves munkájának elismeréséül szintén díjazták Aranyos Ildikó és Gárdonyi Katalin odaadását. A bál a hagyományok tisztelete, így minden évben az is tradíció már, hogy sportbál révén sportos lányok adnak műsort. Idén is Pergő ritmusos műsort mutatott be az Acrodance Akrobatikus Rock'n'Roll Egyesület. A műsor után a vacsoráé lett a főszerep, és a beszélgetéseké, kocintgatásoké. A finom étek lemozgatására pedig a tánc adott lehetőséget. A talpalávalót a Sapmat Company zenekar biztosította. A 23. sportbál ismét sikeres volt, köszönet a szervezőknek, a segítőknek. A településen a programok sora február 11-én a szintén hagyományos téltemetővel folytatódik.